Kedves nézőink, így március közepe táján elmondhatjuk, hogy 2014-ben is elfelejtett a tél meglátogatni bennünket. Ellentétben 2013 tavaszával, amikor még áprilisban is hótakaró volt a földeken. Sajnos a téli tavasz nagyon csapadékhiányos volt itt térségünkben, így elmondhatjuk, hogy talajaink vízkészlete igen szerényes. Nézőinek már nem kell bemutatnom Sipos József urat, növényorvost, aki egyben a Bayer cég Csongrád megyei képviselője is. Most arról kérdezem, hogy a gazdák ilyen külső tényezők hatására milyen helyzetbe kerültek és mit kell tenniük. Mielőtt kérdésünkre válaszolna, el kell, hogy mondjuk, hogy Sipos úrért az Agrárpercek nézői és az egész szakma igencsak aggódtak, mert nem sokkal az őszi riportunk után súlyos baleset érte. Kérdezzük, hogy sikerült-e maradéktalanul felépülnie. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit, és nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk önökkel. Igen, el szeretném mondani örömmel, hogy hála jó Istennek, épségbe és hosszú gyógyulási folyamat után sikerült felépülnöm. Nagyon szépen köszönöm az aggódásokat, a sok telefonhívást, érdeklődést. Higgyék el, hogy ez adta nekem a gyógyulást, nem a gyógyszerek, hanem az a sok emberi szeretet, mosoly, jelképes kétszorítás, ami segítette a gyógyulásomat, és mondhatom úgy, hogy olyan 95-97%-ba sikerült felépülnöm, és örömmel indulok neki a munkának. A kérdésre válaszolva kicsit visszamennék az időbe, induljunk el onnan, hogy 2013 ősze. Nagyon lényeges dolog, hogy egy hektikus, kevés csapadékkal indultunk a, mondhatom, naptár szerinti télbe, ami igazán nem volt naptár szerinti tél a valóságban, mert el kell mondani, hogy 2013-ról 2014-re nem volt igazán tél. Két hét volt igazán egy lehűléses időszak, ahol megérkezett a hótakaró, voltak átmeneti fagyok, de mélységébe a talajszerkezet nem fagyott át. A fatörzseknél levő kórokozók és kártevőket nem gyérítette meg a megfelelő mínusz hőmérséklet. Ezért fel kell készülnünk már, látható, hogy a felmelegedés következtében 2014-re rovaros évjárattal kell számolnunk. A másik dolog, hogy bizony látható, hogy elmaradtak a őszi, téli, és sajnos a tavaszi csapadék is a jelenlegi helyzetben bizony alul marad 30-40%-kal a megszokott csapadék mennyiségtől. Eltelt úgy hónap, hogy különösen december, hogy 0 mm csapadék volt, majd január, a február is bizony eléggé hektikus volt csapadék elosztás szempontjából, és elmondható, hogy talajainkban a vízkészlet rettentő módon megcsappant, nagyon kevés talajainkban a vízkészlet. Az időjárás hatásai milyen következményekkel járhatnak? Vegyük ketté az időjárásnak a hatásait. Első legfontosabb, hogy a talajban milyen hatással van, másik pedig a légkörbe, illetve a talaj feletti időjárás. Induljunk el onnan, hogy a talajainkban a vízkészlet következtében, hogy nagyon alacsony, a gyökérzónában ugye lehúzódott a víz, nagyon mélyen van a talajvízszint, és ennek következtében a gyökérzónában nagyon kevés a víz. Most történnek a tavaszi növényeknek a vetései. Apró magvakat vetünk, készítjük a talajelőkészítéseket elő, zárjuk a szántásokat. Nagyon lényeges dolog az, hogy olyan talajműveléseket kell alkalmazni, sekélyen megmozgatni a talaj felszínét annak érdekében, hogy ki ne száradjon a talaj. Ez nagyon lényeges dolog, hogy nem szabad, ha lehet tárcsázni, hanem éppen csak a bakhátakat, a szántásoknak a kialakult bakhátakat elmozgatni, a kijutatott műtrágyát beledolgozni és lezárni a talajt, mert szinte ami látható, hogy nem eső érkezik kicsiny területeinkre, hanem széleső, és nagyon gyorsan kiszárítja a talajt. A másik, amit tapasztaltunk 2014-ben, hogy igazán szakaszosan esett az eső, utána pedig a nappali hőmérséklet 14 fokos hőmérsékletek is voltak. Ez nagyon kedvezett a gombás betegségeknek, ami látható volt már egész januártól kezdve a helmintospórium, a drezslériának a kialakulása például a gabonákba. Erre leginkább fogékony volt azok a gabonák, amelyeket korán elvetettek a kedves gazdatársak optimális időbe, és a hosszú 2013-as vénasszonyok nyara és indián nyár elősegítette, hogy optimálisan meg tudtak erősödni. Azok az árpák, amelyek tápanyagban is nagyon jól ellátottak voltak, megerősödtek, és fogékonyabbá váltak a kórokozókra. Miért?
mert megindult a osztódó szöveteknek a megnyúlása, a bőrszövet állomány meglazult, és a kórokozók pláne gabona-gabona után vetve gyönyörűen a szárképletekről tudtak sporolálni, és a helmintosporium és a drezsléria gyönyörűen megfertőzte az árpákat. Nagyon sok kérdést kaptam, miután kikerültem a kórházból, hogy mi történt az árpákkor, hogy ilyen sárgák. El szeretném mondani, hogy ennek a sárgaságnak nagyon sok oka van és volt. Leginkább az árpa növényünk rendtentően gyorsan reagál a hőmérsékleti változásokra, és a stressz hatásokra ezt úgy váltja ki, hogy színváltozásba megy el. Ezt szoktam mondani, amikor a gazdákkal találkozok és beszélgetünk, hogy nem minden színelváltozás betegségnek az oka. Leginkább lehet vízhiány, tehát szárazság, lehet tápanyaghiány, zárójelben ugye pentozánhatás, és utána jönnek az egyéb kortani tényezők. Tehát ezért mondtam azt, hogy ketté választottam, egyik a talajban levő relatív vízhiány, a másik pedig a talaj fölött ez a dúc hatás, úgy hívom, hogy esett az eső, majd 14 fokos hőmérséklet lett, pontosan arra elég volt, a gomba életfeltételeinek megfelelő klíma alakult ki, hogy esett, sporulált a gomba, gyönyörűen tudott fejlődni, és a leveleken, az alsó leveleken elindultak a kortani telepeknek a kialakulása. Tehát így szeretném kettő részre bontani, hogy mit is láttunk ugye az árpa kultúrákban is. Hogyan lehet ezt a kort gyógyítani? Ahogy elmondtam az előző gondolatomban, az őszi árpa ugye hajlamos a színváltozásra. Vegyük onnan, hogy először a legfontosabb dolog a tápanyag kérdése. Mindig el szoktam mondani, hogy azok a növények, amelyek tápanyaggal jól ellátottak, és tényleg optimálisan ellátottak, azok jobban ellenállnak a különféle környezeti és kortani hatásoknak is. Első legfontosabb, hogy okszerűen, akár nitroszollal, nikroszollal, tehát folyékony lomtrágyával és különféle anyagoknak a jutatásával erősítsük a növénynek a életfeltételét, erősítsük az egész életét. Másik, ami nagyon lényeges dolog, hogy okszerűen, optimális időben minél hamarabb végezzük el a gomba elleni védekezést. Sokan feltették a kérdést, amikor így tárgyalásokat folytatok, hogy akkor egybekössük a gyomirtással ezt a kezelést. Nagyon lényeges dolog, hogy minél gyorsabban meg kell gyógyítani a növényt, mert azt tapasztaltam több helyen is, meg is szeretném osztani a kedves gazdatársakkal, hogy az erős fertőzött területeken már a fiatal levélhajtásokon is megjelentek a kortani tünetek. Tehát terjed a kórokozó. Egy szerencsénk van most, és lassítja ennek a kórokozónak a terjedését a szárazság. Tehát most már látható, hogy több napja nem esik eső. Ennek következtében a reggeli harmat nagyon gyorsan felszárad, hiszen napközben 15-16-17 fokos hőmérsékletet is mérünk. Ez lassítja a kórokozó terjedését. Erre lehet gyönyörűen optimális időben most gombalőszerekkel, az adott fenológiának megfelelő maximális dózis kijutatásával gyógyítani ezeket a problémákat, lomtrágyákkal és egyéb adalékanyagokkal. Hát a vizet ugye nem tudjuk pótolni, mert azt az égi csatorna fogja majd nekünk megnyitni. A Bayer milyen lehetőségeket kínál erre a problémára? A Bayer Crop Science Magyarországon két nagy növény kultúrába erős, ez egyik a gabona kultúra, másik pedig a kukorica. Készültünk erre a problémára. Egy nagyon jó csomagot állított össze a Bayer, ami már régóta a piacon található, ez pedig a Jubileum Pro csomag, ami egy 20 hektáros csomagként szeretném a kedves gazdatársak figyelmébe ajánlani. 20 hektára található benne a Szekátor nevű gyomirtószerünk, és egy Falcon Pro nevű gombaölőszerünk, amely a 0,75 liter per hektáros dózisával most kijuttatva levél- és szárvédelemre megfelelő védettséget nyújt a kortani problémákkal szemben, hiszen három hatóanyag kombinációjából tevődik össze. Ez a három hatóanyag háromféleképpen dolgozik a növényben, blokkol, gyógyít, kuratív hatással bír, és nagyon látványosan leállítja a kórokozóknak a terjedését, és ebben a csomagban árértékileg még egy liter decismegát adunk ajándékba, segítve ezzel is a rovarok elleni védelmet, mint ahogy említettem, fel kell készülni 2014-re, hogy ismét a rovaros év előtt állunk. A másik ilyen kiváló csomag a Bayernek a tavasz kezdésre, ez pedig a Huszár Aktív nevű csomagunk, amely ez egy 10 hektáros csomag, ez a megújult Huszár, a régi Huszár OD-nak a továbbfejlesztett változata, azzal tud többet, hogy gyorsan, látványosan fejti ki a hatását az egyszikű gyomok ellen,
és a kétszikű gyomok ellen egyszerre. Legyen szívesek megjegyezni a kedves kollégák, hogy mit jelent az a fogalom, hogy gyökérváltás. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért fontos ez az egyszikű növényeknél ez a gyökérváltás. Ez azért nagyon fontos, mert ha elébünk képzelünk egy egyszikű gyomnövényt, nagyon lényeges, hogy a levélzete kicsi, de a gyökérzete nagy. Először mindig a gyökerét kezdi fejleszteni a növény, és az a hatóanyag mennyiség, ami a levélre tapad, pláne amely szőrözött és viaszolt, kevés ahhoz, amikor már a nagy gyökérszerkezet kezd kialakulni, hogy hasson a készítmény. Ezért nagyon lényeges, hogy gyökérváltás előtt a huszár aktív nevű készítményünkkel menjünk ki, és a vazzab, különféle köles és egyéb gyomok ellen megfelelő hatékonyságot ad a készítmény. Tehát ez a két csomagot szeretném 2014-re árértékileg is. Keressék a kereskedőket, meglátják, hogy jó árértékben van, ajánlani az önök figyelmét. Február vége felé már lehetett látni az útról, gépkocsiból, hogy sokan permeteznek a repcetáblákon. Milyen kártevők okozhatnak ilyenkorán gondot, és hogyan lehet védekezni? Gondolataimat onnan szeretném kezdeni, hogy ez a szeretett növényünk, én úgy szoktam hívni ezt a szép növényt, hogy a szántóföldi növények királynője, olyan, mint egy nagy lány a repce. Ugye a cukorrépa kiesett a termesztés technológiából, és a repce növény vette át ezt a nagyipari növényt. A repce termesztés egy kihívás, az első perctől kezdve a leghosszabb ideig kint lévő lágyszárú szántóföldi növényünkről van szó, amely egészen augusztus végétől ugye június végéig a termesztés technológia részét képezi. Már ősztől kezdve nagyon sok kártevő és kórokozó feni fogát a repce növényünkre. Így volt ez 2014 tavaszára is, amikor nem volt tél. Gyönyörűen, hektikus idővel, felmelegedő időciklussal melegedtek fel a repcetábláink széle és az egész repcetábla, és már az avarban kezdett ugye az átelelő álmából előjönni a szárormányos kártevő, amire rendkívüli módon fel kell készülnünk, mert egy alattomosan érkező kártevőről van szó. Sárga tálak kihelyezésével, sárga ragacsok kihelyezésével előre kell jelezni ennek a kártevőnek a megjelenését, és az ön által kérdezett kezelések nagyobb része már ez ellen indult meg, illetve lomtrágyázások, tehát folyékony formába történő nitrogén oldatoknak a kijuttatásával találkozhattunk a februári időszakban, de leginkább ugye a rovarra kell odafigyelni. Nagyon lényeges dolog, hogy miért mondom azt, hogy nagyon alattomos. Tudnunk kell, hogy ez a rovar ugye 20-22 fokos hőmérsékletnél intenzívenben repül, de már 14 főmérséklet fölött már szépen gyalogol befele és megy befele a táblára. Érési táplálkozást folytat, majd párzik, és alattomos módon a levélnyelekbe és a kezdődő szár tengelyre már belefúr és behelyezi a petéjét. Ekkor még semmit nem látunk. A repce kezd fejlődni, és majd utána azt veszük észre, hogy lerúgja a becők kezdeményeket, csökevényesen termékenyülnek a becők, és a száron elnyúló mézga foltok jelzik a kártértenek a kialakulását. Nehéz ellene védekezni, mert ugye azt is figyelik, sokan hívtak, hogy segítsek már, hogy a tába 2-től 18 darab, 20-22 darab rovart is találtunk. Ezek ellen intenzíven kell, gáztenziójú, tartamhatású készítménnyel kell juttatni. Ha kell, akkor többször ki kell menni rá, mert ez a felmelegedés következtében újabbnál újabb betelepülések alakulnak ki. A másik, amire nagyon oda kell figyelnünk, a gombás betegségek és a koratavaszi regulálásnak az elvégzése. Nagyon sok készítmény áll rendelkezésre. A Bayer palettáján a Folicur Solo nevű nagyon régi és hatékony tebukonazol hatóanyagú készítményt, amit nagyon szeretnek a kollégák. Igaz, hogy egy magasabb árértékű készítmény, de azt a stabilitást, amit ad a fóma, és a koratavaszi regulálás elvégzésében nem csalódkozhatunk benne. Mi is ez a koratavaszi regulálás, miért nagyon fontos, kérdezhetnék, hiszen kérdezték többen, hogy miért kell ezt elvégezni. Lényeges dolog, hogy ugye a gazdatársak a termesztés technológia során technológiai lehetőségeket próbálnak kialakítani. Mit jelent az, hogy gabonasortávra vetés, dupla gabonára vetés és 45 cm, sőt vannak olyan kollégák, akik 75 cm sortávra vetik a repcét. Az elágazásoknak az kialakulása nagyon fontos a növénynél. Minél több elágazás alakuljon ki, és minél több termékeny becő jöjjön létre ezeken a növényeken, ez segíti. Az azol hatóanyagú reguláló, tehát a Folicur Solo megülteti a főszárat 1 liter per hektáros dózisával,
alulról készteti a növényt arra, hogy minél több oldalelágazást alakítson ki. Tehát ez nagyon fontos, hogy alkalmazzuk, és mellette pedig ugye a fóma és egyéb kórokozók ellen úgy szoktam mondani, ilyen nagy takarítást végez, hiszen az öreg leveleken megtalálhatók ezek a kortani telepek és gyepek, ahonnan indulhatnak a kórokozóknak a további fertőzése. Melyek azok a gyomok, amelyek a legnagyobb problémát okozhatják ilyenkor tavasszal? A területeinken levő gyomok egyre jobban terjednek a mezőgazdasági kultúráinkba. Most két részre bontanám ezeket, ugye a gabonáról és a repce kultúrát szeretném megemlíteni. De mielőtt belemélyedek, nagyon lényeges dolog, hogy életforma szerinti besorolásban vannak a gyomok, ami azt jelenti, hogy T1, T2-es, T3-as, T4-es, tehát sorolhatnánk. Ez az életforma szerinti besorolás mellett ugye a hőszeget is jeleníti meg, mert vannak olyan gyomok, amik gyönyörűen át tudnak terelni, és vannak olyan gyomok, amelyek szaporítóképletről indul a fejlődésük. Amely gyomok szaporítóképletről indulnak, azok mélyebben gyökereznek, azoknak nagyobb hőmérséklet igényük van, ezek később is kezdenek el csírázni. Ezért nagyon lényeges dolog, hogy a gyomírtás tekintetében a repce kultúránkban már 2013-ban el kellett kezdenünk a gyomírtást, ha olyan területről volt szó, mert ezek a gyomok rendkívüli módon gyönyörűen át tudnak telelni, és meg tudják fogni, le tudják gyengíteni a repcének a fejlődését. Ide tartozó gyomok például ugye a Veronika félék, a tyúkhúr, a galaj, az epszékfű, amely telepszerűen alakul ki, és elvonja a növénytől a vizet, és elvonja az egyre értékesebb tápanyagot. Induljunk egy másik időszakra, jöjjünk át tavaszra. Mit látunk most? Sok helyről hívtak, hogy mit csináljanak a repcével, mert bizony előfordulnak ezek a telepek. Nagyon lényeges dolog, hogy a repce gyomírtása már tavasszal nehézkes, mert gyorsan indul a repce fejlődésbe, és amikor szárba indul a repce, akkor a Bayer által forgalmazott Icarus nevű gyomírtószerünket se lehet használni, mert stresszbe hozza a növényt, termésdepressziót okoz, és azt tapasztaltam, és ezt érdekességképpen szeretném megosztani a kedves kollégákkal, hogy virágzásban megnyújtja a virágzását a repce kultúrának. A gabona kultúra esetében onnan szeretném kezdeni a dolgot, az agrotechnikát szeretném megemlíteni. Ugye a gabonát általában forgatás nélküli talajművelés után vetjük, és tudnunk kell, hogy a gyommagkészlet a talaj felső rétegébe található, onnan optimálisan ez a nedvesség kedvező a gyomoknak a csírázásához, és tömve vannak a gabonáink gyomokkal. Ugyanezek a gyomok találhatóak a búza árpa kultúráinkban is, és ezek a növények gyönyörűen tudtak a téli időszakban fejlődni, erősödtek, virágoztak, és már termést is hoznak, tehát már az életciklusok vége fele járnak, leöregedő fázisban vannak ezek a gyomok. Ezek ellen már ütős készítményekkel lehet felvenni a verseny, sőt, ami nagyon lényeges dolog, hogy hova időzítsük a gyomírtásnak a kérdését, hiszen ezek a gyomok már leöregedtek, de amint említettem, a melegigényes gyomok még most kezdenek kelni, vagy miért ki se keltek. Mit értek ez alatt? Nagyon kérem a kedves gazdatársakat, ne kapkodják el a gyomírtást, mert aki napraforgó után vetette a gabonát, még a napraforgó árvakelés nem kelt ki. Azokon a területeken, amelyen acatfoltok vannak, az acat még csak most kezdi bújtogatni a leveleket kifele, most jön ugye a rizomákról felfel a növény, és ha már most elvégzem a gyomírtást, ezek a gyomok megerősödnek, és utána kénytelen vagyok még egyszer menni gyomírtószerrel azért, hogy ne engedjem, hogy a gyomosodás kialakuljon. Tehát arra kérem önöket, mérlegelje mindenki táblaszinten a gyomosodás kérdését, és ha kell, ossza meg a kezelést, a gomba elleni kezelést, ha indokolt, amit említettem, a drezslérja, helmintospórium ellen el kell végezni, és utána pedig a gyomírtási kezelése később, de el kell végezni. Várjuk meg a napraforgó árvakelést és az acatot. Kedves nézőink, a Szentesi Kurcaparti Vendégházban készült műsorunk, reméljük elnyerte tetszésüket. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is az Agrárpercek műsorában.